No, és akkor most bízom benne, hogy foci következik. Remélem a kollégáim is így gondolják, és tudjuk kapcsolni Priskin Tamást, aki már a telefonban van. Halló, halló! Halló, jó estét! Üdvözlöm! Szerbusz Tamás, szerintem tegeződjünk. Én nagyon vártam tegnap a csodát, hát nem jött el. Nálamnál szerintem csak ti vártátok jobban. Mi a helyzet most? Hát igen, ugye mi is reménykedtünk tegnap, és nagyon vártuk. Szerintem nem volt az akkora csoda. Sajnos ugye nem sikerült, amit vártunk, de ugye most már ez elmúlt, úgyhogy most már a pótselejtezőre kell gondolni és koncentrálni. Azt mondják a szakemberek, hogy egyébként jól teljesítettetek, hoztátok a vártat. Mit gondolsz, hogy mi lehet még a csapatban? Hát én úgy érzem, hogy sokkal több is lehet még a csapatban. Ugye voltak olyan mérkőzések, mint például Írországban, amikor az utolsó pillanatban kaptuk a gólt, és hogyha ott 3 pontot tudtunk volna szerezni, akkor most sokkal előrébb lennénk. Úgyhogy én szerintem van még mindig hová fejlődni. Természetesen, mint ahogy ugye említetted korábban is, hogy tényleg sikerült elérnünk a kötelezőt, de én úgy érzem, hogy még mindig van ennél feljebb. Nagyon sokan felteszik azt a kérdést, ugye, és én is felteszem, hogy ha Dárda itt lett volna. Én úgy érzem, hogy kár erről beszélni, mert ugye a Bali most már nincs. Nagyszerű munkát végzett a csapattal, ugye, amíg velünk volt, de most már ugye egy új szövetségi kapitány van, akivel el kell érni a céljainkat. És milyen a viszony most az új szövetségi kapitánnyal? Mit látsz? Mi van még bennetek? Tehát egy nagyon sok játékos, például ott van Gera, akinek azt gondolom, hogy ez az utolsó esélye tényleg arra, hogy kijusson egy ilyen nagy horderejű EB-re. Akkor mondd meg nekem azt, hogy mi az, amit még mozgósítani tud ő? Mi az, amit még hozzá tud ő tenni? Hát én úgy érzem, hogy az ugye az nagyon sok mindent tud hozzátenni. Egy az ugye a játékutásával, másik pedig az életkora révén ugye eléggé rutinos, úgyhogy ebben is nagyon tudja segíteni a fiatal játékosokat. És ugye most, hogyha a jövőt nézzük, akkor most 2 mérkőzésről beszélünk, ugye egyik az odahaza lesz, másik idegenben. Én úgy érzem, hogy 2 mérkőzés alatt bármi megtörténhet. Én bízom benne, hogy így lesz, és ti meg ott lesztek az EB-n. Én szeretnék ott lenni és szurkolni értetek. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.